Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány 2012 óta együttműködve a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumával a lebonyolítója Kárpátalján a keleti partnerségi programoknak. Ez alatt az időszak alatt már jóval 100 fölött van azoknak az objektumoknak a száma, amelyeket felújítottunk Kárpátalja szerte. Ezek túlnyomó része oktatási intézmény, de van közöttük szociális, kulturális, egészségügyi intézmények is. Ezen kívül alapítványunknál 7 projekt is fut, most ebből 2 családorvosi rendelő felújítása, most már mondhatom, hogy 2 bázisiskola projekt, 1 a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházhoz kötődő Fedáksári Kulturális Központ felújítása, és a keleti partnerségi projekt 2019-es projekt keretében ez most itt az első objektum, amit átadunk, de az elkövetkező hetekben több iskolát fogunk átadni, amelyekben felújításokat végeztünk a nyár folyamán, illetve ahol lehetett ott még ősszel is. Mint ahogy az a prezentációban elhangzott, 16, most már módosítjuk a projektet, tehát 16 intézmény kerül felújításra ebben a projektben, ebből 11 iskola. Kárpátalja gyakorlatilag 5 járásában, tehát Ungvári, Munkácsi, Beregszászi, Nagyszőlősi és a Huszti járásban Visken is végzünk feladatot az iskolában. Az idei projektnek a külügyminisztérium által támogatott projekt keretösszege, ez 300 millió forint. Ebbe van benne ennek a 16 intézménynek a felújítása. Ugyan úgy mutattuk, hogy ez december végén lezárul, de szükség van a határidők kitolására, mert még folynak munkálatok más objektumokon, tehát amik nem iskolák. Mi igyekeztünk azon, hogy a nyár folyamán a betervezett iskolákat prioritásként kezeljük, és ott a tanév kezdetére igyekezzünk befejezni ezeket a feladatokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy májusban kaptuk meg a támogatást, jó munkát végeztünk a nyáron. Ami például a családorvosi rendelőket illeti, ott azt mondhatom el, hogy nem egyformán rossz a helyzet mindenhol. Talán a legrosszabb körülményeket a Nagyszőlősi járásban tapasztaltuk, és ott valóban azt lehet mondani, hogy megmentettük ezeket a központokat, mert Ukrajnában elindult az egészségügyi reform, de megfelelő keretet nem rendeltek mellé, ezért az országban több kisebb településen nagyon sok családorvosi rendelőt és felcseri szülészeti pontot zártak be. Ez ukrán hírekben elhangzott információ, és mi azt gondoljuk, hogy itt Kárpátalján is erre került volna sor sok helyen, hogyha a magyar kormány nem áll mellénk, és nem segít abban, hogy rendbe hozzuk ezeket az intézményeket, és hogy igazítsuk a 21. századi követelményekhez, és így ők meg tudnak maradni. Az iskolák esetében szintén különböző a helyzet járásonként. Én azt mondanám, hogy az idén azért valami már beindult, mert több iskolában a járási tanács, illetve a járási állami adminisztráció is végzett bizonyos munkálatokat a nyár folyamán. Tehát tetőt cseréltek egy-egy iskolában, sőt azt is mondhatnám, hogy a Beregszászi járásban ott 2 településen családorvosi rendelő is épült. Tehát itt valami kimozdult a holtpontról. De ez még nem elegendő, tehát nagyon sok olyan intézmény van, amelyekben nagyon sok feladat van, és sok hiányosság, amit meg kell oldani felújítás terén is.